Helyreállt a világrendje, a cápák a Honvéd elleni botlás követően magabiztosan verték a TF Budapest csapatát, így jó hangulatban készülnek az év utolsó meccsére. A vasárnapi ellenfél nagykőrös hétközben hazai pályán, ami jelenleg Kiskunfélegyházát jelenti, vereséget szenvedett a Honvédtól. Lakos a Zsolt tanítványai 94 pontot dobtak, ami figyelmeztető kell, hogy legyen a nyíregyháziak számára. Igaz, több mint 100-at kaptak, ettől függetlenül Siska János, a Kékcápák vezetőedzője, a saját palánk alatti stabilitást tartja a legfontosabbnak. Kemény védekezés, ugye ez jellemez minket, hogy a kemény védekezésünkből tudunk gyorsan támadni, illetve szerzett játékot játszunk. A nagykörösben azért vannak rutinos játékosok, akik képesek jól játszani, illetve szerzett játék ellen is tudnak jól támadni és jól védekezni. Mindenképpen komolyan kell készülni erre a mérkőzésre, nem lesz egyszerű nyerni nagykörösön. A nyíregyháziak csapatkapitánya Bus Iván sem számít könnyű mérkőzésre, annál is inkább, mert az elmúlt években nagykörösön rendre meg kellett szenvedniük a győzelemért, ami nem is mindig jött össze. Nagykörösön szerintem még sima meccset soha nem játszottunk. Rendre az előző években az volt a jellemző, hogy hazai pályán 10-20, akár 30 pontos sikert is arattunk. Bár teszem hozzá, általában foghíjas kerettel érkeztek, mert tudni kell nagykörösről, hogy sokan civil életben is szerepet vállalnak, és nem tudnak az idegenbeli meccsek elutazni teljes kerettel, viszont igazi kis oroszlán barlang volt mindig a hazai pályájuk. Ez most igazából könnyebb a mi szempontunkból, hogy nem lesznek nézők, és nem is a saját megszokott környezetükbe játszanak. Nagyon nehéz meccs lesz, mert tele vannak rutinos játékosokkal, sokan az élvonalat is megjárták, úgyhogy komolyan kell mindenféleképp készülni, de szeretnénk nyerni természetesen. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Vasas Akadémia vezeti 7-0-ás mérleggel, megelőzve a 9 győzelem mellett egy vereséggel álló Nyíregyházát. A nagykőrösi Solymok 4 győzelemmel és 5 vereséggel a 9. helyen várják a vasárnapi mérkőzést.